mini bloggal készültem nektek, gyertek velem a Fashion Trend Centerbe, és lesünk be a kulisszák mögé. Ígértem nektek az előző részben, hogy ezen a szerdán különleges tartalommal jövök, ezért megmutatom nektek a Maszka Fashion egyik nagy kereskedését, most Budaörsre hoztalak titeket, mehetünk volna a Podmanicki utcában lévő nagy kereskedésbe is, de nem árulok el nagy titkot vele, hogy sűrűn fordulok meg itt, például a kirakatban is. Na jó, nyilván csak vicceltem, ma ilyen vidám hangulatomban vagyok. Szia, de nagyon jó a ruhád. Úgy hívják, hogy stílus, keres rá. Tegye fel a kezét, aki vágta a TikTokos poénomat, de mi azért rákeresünk. Most a Nagykerben vagyunk, már mutattam nektek a Győri márkaboltot, illetve azt is megmutattam, hogy tudtok webshopon vásárolni. Nézzünk körül, mintha viszonteladók lennénk. Fontos kiemelnem, hogy a Fashion Trend Centerben az emeleten lévő üzletekben csak nagy kereskedők tudnak vásárolni. Ez pedig egy különleges alkalom, hogy megnézhetjük együtt, hogyan néz ki egy nagy kereskedés. Szóval nézzük kicsit viszonteladói szemmel. Bemutatom nektek Angélát, aki itt a Budaörsi nagy kereskedésben a viszonteladókkal tartja a kapcsolatot. Sziasztok! Angéla nagyon kedvesen, segítőkészen és türelmesen válaszolt a kereskedéseimre, a tőle megszokott profizmussal. Akár én is lehetnék viszonteladó partner? Azt gondolom, hogy igen. Nézzük is, milyen feltételeknek kell megfeleljünk. Működési engedély, vállalkozói igazolvány, jogkedv. Olyan is lehet viszonteladó partner, aki csak webshoppal rendelkezik? Nem, természetesen webáruházban nem tudunk árut biztosítani, csak kizárólag üzletben való értékesítésre. Egy csomószor szoktam nektek beszélni arról, hogy heti kollekció, de mit is jelent ez valójában? Mert bizony sokan nem tudják. Azt jelenti pontosan, hogy ugyanabból a színből és mintából különböző fazonok, különböző testalkatokra elérhetőek. Hogyan készülnek ezek a különleges minták? Az alapanyagok gondosan válogatott, prémium minőségben, különleges és egyedi, digitálisan szerkesztett mintákkal kerülnek kidolgozásra. A tervezők mindig arra törekszenek, hogy jól kombinálható darabok legyenek, erről sokszor beszélek, hogy szeretem, hogy a felső és a nadrág összepasszon, illetve, hogy a hétköznapokban is könnyen viselhető, de mégis elegáns darabok legyenek. És elárulok nektek egy nagy titkot, most hallottam, képzeljétek el, hogy nincsenek hibás darabok, amikor rendeltek, mindig perfekt minőséget kaptok, mert valaki leellenőrzi. Hétről hétre Angéla szokott a segítségemre lenni, hogy kiválasszuk a legújabb kollekciókat, amiket bemutatok nektek. Annyira jól állnak neked ezek a vonalak, hogy egy picikét ugye bővül a szaknya rész alul, és olyan jó kis derekat csinálnak. Tudom, hogy már rám szóltatok, ne foglalkozzak ezzel a derék kérdéssel, de nekem azért fontos, hogy előnyös legyen egy ruhadarab. Úgyhogy nézzünk is meg pár rucit, amit még nem mutattam meg nektek, illetve van, aminek a mintájával már találkoztatok rajtam, de egy másik fazonban, ez ugye a kollekciók lényege. A lezser fazonok a legközkedveltebb darabok a Maszka Fashionben. Után kipróba babáskodtam magamat, haza is indultam, következő szerdán érkezem hasonló tartalommal.